Kövessétek be a Facebook és Insta oldalamat, hogyha szeretnétek minden hónapban PGT Danis termékeket nyerni, és hogyha folyamatosan akartok értesítéseket kapni a legújabb videóimról, vagy esetleg rólam, hogy mit csinálok, akkor szintúgy megéri bekövetni. Szeretnél király és hasznos PGT-es termékeket venni, akkor a leírás legfelső sávba kell kattintanatok, ott rámentek a shoppos linkre, és ott kedvetekre tudtok válogatni bármiféle termékek közül. Rengeteg van, szóval jó válogatás. Ha nem szeretnétek lemaradni egyetlen egy videómról se, akkor mindenféleképpen érdemes bekövetni az összes csatornámon. A képernyőn látjátok az összes csatornámat, de amúgy a leírásban is ott van. Nagyon-nagyon szépen köszönöm annak, aki ezt megteszi. Na, jó mindenki, sziasztok, Jackskin, tanuljuk és jöttünk egy következő videóban, sziasztok! Nos, ebben a videóban most nem más lesz, mint jöttünk egy új faluban, kis elszokásosan. Szóval, ja, várjunk is bele a dolgokban, remélem, hogy mindenkinek jó volt a sulia, mert elvileg már nagyon nagyba megy a digitális oktatás, meg minden. Szóval remélem, hogy jó, meg minden, írjátok nyugodtan kommentbe, hogy milyenek a tanárok, meg hogy hogyan áll hozzá az egész osztályatok ez a dologhoz. És ne felejtsétek el, hogy ugye minden nap van ilyen PGT Danis termékes nyerem dolog. Szóval aki leírja a kommentbe, hogy napi jutalom, azok között kis fogok sorsolni egy PGT-es terméket. Ez minden nap van a főcsatis videóimnál, és annyi lényeg, hogy azok nyerhetnek, akik fel vannak iratkozva a csatornámra, vagyis az összes csatornámra, tehát mind a négyre. Szóval igazából ennyi a feltétel. Szóval, vagyis akkor bele a dologba, itt van ugye kis szokással, és akkor menjünk is ki cuccokat gyűjteni, vagy valami ilyesmi. Ja, igazából ennyi. Alapból szerintem leszedek valamennyi búzát, mert mégiscsak ez egy ilyen alap dolog így a Minecraftban, hogy ez fontos, meg ilyenek. Szerintem legalábbis. Ó! Szia Dani, hello, szia! Itt egy anyuka, hello, cső. Miben segítitek, vagy mit szeretnél, vagy nem tudom. Addig szedjük szerintem tovább a cuccokat, amíg ő leírja a dolgokat. Lenne egy kis probléma. Na, milyen probléma van? Mondjad, milyen probléma van? Szóval nagyon szívesen segítek. Szépen eszedjük a répát, és mondjuk nem hiszem, hogy kis annyira örülne, hogy én pont zöldséget gyűjtök most így kajának, mert ugye hát a hús szereti. Ja, de mindegy, inkább adok neki széket, tessék. A kölykeim panaszkodnak. Mire panaszkodnak? Mire panaszkodnak a kölykeid? Nem tudom, mire panaszkodnak a kölykeid, de mindegy, megpróbálunk neki szerintem akkor segíteni. Legalábbis gondolom, arra az óvónénire, aki idén kezdett. Aha! És hogy tudnék neked segíteni, vagy nem tudom, vagy miben kéne segítenem? Hogy ilyen gonosz dolgokat tett. Aha. Tehát, hogy ilyen gonosz dolgokat tett. Értem. Tehát gonosz dolgokat tett elvileg az óvónéni, és hogy gondolom, le kéne csekkolni. Aha. Tehát meg kéne néznem, hogy tényleg igaz-e. Oké, rendben van. Oké, hol van az óvoda, vagy nem tudom, hova kéne mennem megtenni. Persze megteszem, nagyon szívesen. Ja, hova kell mennem, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Nagyon szívesen igazából, szerintem srácok, ti is belementek abba, hogy megnézzük, meg segítsünk a anyukának, hogy minden fehérház. Oké, rendben van. Melyek a fehérházhoz, meg minden, azt hiszem. Kell pénz? Mire? Minek? Miért? Nem kell pénz. Kamera? Kamerára? Milyen kamerára? Hogy érted, hogy kamerára? Vagy nem értem. Miért kéne nekem kamera? Vagy nem tudom. Most ez egy kicsit nekem így furcsa. Leadni a zsaruknak, ha olyan. Aha, tehát vegyek egy kamerát? Oké. Jó, oké, rendben, veszek egy kamerát, de akkor azt én majd visszaadom nektek, vagy nem tudom, vagy neked. Hát mindegy, akkor menjünk be a boltoshoz, aztán menjünk egy kamerát. Hol van a boltos? Nem itt van a boltos? Hova tűnt? Előbb még itt volt a boltos. LOL! Hát az előbb még itt volt a boltos, srácok, nem? Wow, jól van, oké, mindegy. Itt van igazából a kamera. Hova tűnt? Nem tudom, hogy hova tűnt, de hát az előbb még itt volt. Még láttam a nevét kívülről, meg minden. Nem tudom, ez wow, durva volt, na mindegy. Három alá szokott lenni, hajdott neki. Jó, oké, hát kivesszük a kamerát, veszünk egy SD kártyát, meg veszünk egy töltőkábelt is. Mit tudom én, itt hagyok neki mondjuk, mit tudom én, 15 aranyat ott hagyok neki, aztán majd a többit majd visszaadjuk az anyukának, meg minden. Jó, van, oké, vettünk egy kamerát, és akkor aztán szerintem menjünk, aztán nézzük meg akkor ezt a fehérházas cuccot. De amúgy ebben az oldalban már aztán voltam, vagy nem? Nem tudom, hogy voltam, mert már nem mindegy. Na nézzük meg, hogy itt mi a helyzet. Aha, oké. Jó van, első dolog, amit megláttam, az az, hogy valakinek ott egy gyémántkard. Gyerek. Tele van gyerekekkel. Sziasztok. Ajaj, hát ez nagyon-nagyon nem tűnik nekem barátságosnak. Nagyon-nagyon nem tűnik nekem barátságosnak, ez a zavon nézik. Kölkök, kinek kell kaja? És ad rohadt hús nekik? Most ez komoly. Most ez komoly, hogy rohadt húst osztogat a gyerekeknek? Ne szivassatok már. Ne szivassatok már, hogy ezt kell csinálni, fúj. De...
mit mondtál? Na jó, menjünk már rá szólni. Menjünk már, várj, fel kéne menni kamerára. Aj, elfelejtettem felvenni, edd meg. Aj, Istenem. Jézusom, hogy bánik a gyerekekkel, most ez komoly. Most ez komoly. Vagy bajok lesznek, na jó, menjünk be. Menjünk be, menjünk be, menjünk be. Ovanő! Ovanő! Hello, csá, szia. Na, mi az, hogy mi van? Normálisan kéne izélni? Jó, mondjuk én sem köszöntöm, de mindegy. Jó napot kívánok! Na, ide figyeljen! Nem kéne így bánni a izé, menjél elfele! Nem kéne így bánod a gyerekekkel, meg nem kéne rohatúsítani nekik, meg nem kéne karddal fenyegetned! Ne szólj bele a dolgaimba! Hát, nagyon nem a dolgaid, mert ez úgymond a szülőkre is tartozik, meg mindenkire, és eléggé durva dolgokat csináltál. És az csak szólok, hogy kamerára is vettem. Én dolgom. Hát, menj innen. Oké, jó van, hát akkor én elmegyek, de akkor csak szólok, hogy rendőrökkel fogok visszajönni. Abba biztos lehetsz. Szóval ezt nagyon megszívtad. Na jó van, oké, mindegy, hát akkor lelépünk, de akkor szépen megyünk szólni a rendőröknek, srácok, mert ez így nem normális. Gyerekek, aki elmondja, otthon megeszi a mumus. Wow, és még komolyan még ilyenekkel próbálja rémizgetni a izéket, ez csodálatos. Na jó van, menjünk be szépen ezt szólni a rendőrbácsinak. Jó napot kívánok, rendőr úr! Jó napot kívánok, és hölgy, rendőr hölgy, ahogy látom. Szia, jó napot kívánok. Az történt, hogy van egy óvoda, ahol vannak gyerekek, akik tanulnak, nem tanulnak, hanem vannak gyerekek, akiket fenyegeti az óvónő gyémántkarddal, romlott húst ad nekik, meg csúnyán bán velük, komolyan. Igen, komolyan, és van róla bizonyítékom is, itt a kamera. Ezt odadobom gyorsönnek. Nyugodtan nézze meg, megnézhetem. Persze megnézheti, oda is hoztam, hogyha kell, meg minden, csak fontos lenne, hogy siessünk, mert ki tudja, mit fog velük csinálni. Meg minden. Szóval, ja, minél gyorsabban kéne nézni, ez beteg. Hát eléggé, közben megiszok egy vizet, mert miért ne? Szóval, ja, ti ígysétok szépen minden nap vizet kell inni, srácok, megmutatja? Igen, megmutatom, kövessen. Közben, srácok, amúgy elmondom, vagyis nem elmondom, hanem megkérdezném tőletek, hogy amúgy hogy megy ideig a digitális oktatás nektek, hirtelen lett kinézete. Hirtelen férfi lett belőle, nem tudom, hogy most mik történnek így, de nagyon durva. Szóval, nyugodtan írjátok le a kommentbe, hogy amúgy hogy megy ideig nektek a digitális oktatás, mert amúgy tényleg érdekel. Nem tudom, hogy kinek jó, kinek rossz, kinek jobban tetszik, meg stb. Nyugodtan. Na, itt van az óvónő. Itt van az óvónő, jó napot kívánok, izé, maga szemét. Mit izélsz? De miért engem? Miért ütögetsz? Na, hát, rendőr úr, ütöget engem. Itt van a probléma. Most mi van? Most mi van? Most elkapja? Oké, most elkapta a rendőr a izét, hagyjon már. Oké, nem tudom, hogy most mit csinálnak, vagy mi történik, de látta a rendőr úr, hogy megütött engem? Az első normális szerintem, szóval, ja. Működik a dolog? Működik a dolog? Vagy most mi van? Meg is lesz büntetve. Ja, igen, hát ez gondoltam, hogy meg lesz büntetve, ez igazából egy elvárható, vagy nem tudom. Ha. Most mi van? Most mi megütött egy gyémánt karddal? Ezt látta rá? Jaj! Ne! Kövj, üld az engem! De ne szívastok már! Ez az engem a... Miért? De rendőr úr, magam meg segítette nekem, vagy valami? Aj, hol van? Hova tűnt? Hova tűnt? Nem már! Ne már! Nem már, hol van a rendőr? Hol van a rendőr? Üldözitek át az óvónőt, vagy valami? Ott van. Mi a? De miért üti a kutyámat? Nem már, ki is? De miért üti a kutyámat a rendőr? Miért üti a kutyámat a rendőr, vagy mi van? Nem már! Nem már! Ki is? Mi hagyja már a kutyámat, de a kutyámat se segít nekem! Nem már, rendőr úr! Kérem, rendőr úr! Rendőr úr, hagyja már abban, ne bántsa a kutyámat! Nem hagyom. De miért nem hagyja? Hagyja már békén a kutyámat! Nem tett semmi! Én közben adom neki folyton a kaját, meg minden. De nagyon jó lenne, hogyha abba hagyná, vagy valami. Ki is, Jugi? De rendőr úr, hagyd már abba! De miért üti a kutyámat? Én meg miért nem bírom megütni a rendőrt? Nekem most van elegem, srác, nekem most van elegem. Most ez így mi? Most ez így mi? De komolyan mondom. Mindjárt, hogy el fog fogyni a kaján, vagy nem tudom, de... Hagyd már békén! Most így mi lesz? De komolyan mondom, na jó, várjátok, gyertek! Gyerek is, hogy valami... Nem tudom, Istenem, meneküljünk innen, vagy nem tudom, mit csináljunk. Komolyan mondom, nem tudom, hogy mit csináljunk, de komolyan, mit kell csinálni? Most komolyan támadja a kutyám a terendőr... Eltűnt. Elment? Oké, elment, ahogy látom, aha. Jól van, oké, a gyerekek jól vannak? Megnézzük őket. Wuff, ez se volt normális. Normális? Hát nem volt normális, inkább. Hát meghalt az óvónő amúgy, mert nem azért mondom, eléggé durva volt, kis amúgy közben legyőzte. Gyerekek, sziasztok, jól vagytok? Hello, wuff. Jól vagytok, srácok? Jól vagytok? Nincs baj, meg semmi? Ezt nehogy megegyétek. Wuff, nem három gyerek volt? De három gyerek volt, nem tudom, hogy hol tűnt a harmadik.
Na, mindegy, reméljük, hogy nem esett semmi baja. Ajaj, reméljük, hogy megvan, csak nincs semmi baja. Az eléggé durva lenne most komolyan, hogyha a videómban az történne, most egy gyerek eltűnik. Azért még az én is megőrülnék. Komolyan, hogyha ez történne. Azért ezt így nem ár. Tehát, hogy így hova tűnt a harmadik srác? Nem baj, meg kell keresnünk. Meg kell keresnünk, mert ilyen biztos, hogy nem történt. Tehát, hogy én meg is őrülnék. Hazavitték. Hát remélem, hogy tényleg hazavitték, és hol van, hol lakik, akkor megkeressük. Ha megkeressük a házát, hogy valami, mert az én ebben nem fog így belenyugodni. Mindenféleképpen én nem tudom. Jó, nem baj, megkeressük, srácok. Meg fogjuk szépen találni, mert én így nem fogom lezárni a videómat, hogy nem vagyok abban a tudatban, hogy mind a három gyerek biztonságban van. Mert meg fogok őrülni, nem csak, hogy én megkeresem ezt a dovónőt, meg minden, de hú, Istenem. Na jó, hol van? Valahol, nem látok semmilyen nevet. Ott sincs senki, itt sincs senki. Melyik házba lehet? Melyik házba lehet, hogyha hazament? Melyik házba lehet? Hol van? Hol van? Hol van? Nem találom. Nem, átutottam szerintem, hogy az egész falut, nem? Itt van. Itt van, itt van, itt van! Itt van, itt van, itt van, gyerek, anyuka, aaaah! Jó, oké, és pont... egy kicsit furcsán néz ki, de mindegy. Sziasztok, szia anyuka! Na, akkor ahogy látom, hogy milyen segíthetünk. Na, hát elintéztem a dolgokat igazából. Elintéztem minden dolgot, amire ugye kértél. Köszönjük. Oké, mindegy, a óvónőnek annyit szerintem, őt kirúgattuk, meg igazából... ja, mindegy, de boldog, igen, semmit. Szóval az el van intézve, elvileg ma fenyegette. Igen, 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 rossz dolgok voltak, de szerencsére sikerült megoldanunk a helyzetet, meg minden. Szóval, igazából ennyi. Hát köszönöm szépen, hogy velem ebben a videóban. Amúgy visszaadom a pénzét, meg ilyeneket. A kamera az majd a rendőrnél lesz. Szóval, ja, köszönöm szépen, srácok, hogy itt voltok velem ebben a videóban. Ha tetszett, dobjatok egy like-ot, iratkozzatok fel a csatornámra. És ez a videó után kezdjük a következő videómat a Danikolandok nevű csatornámon. Ott találkozunk. Remélem, hogy tetszett ez a videó, meg minden. Ha igen, akkor ugye like, sub, stb. Meg ilyenek, mindegy. Szóval, ja, köszönöm szépen, és sziasztok. Hali, hali!